kitalált, és minden olyan valóság, amit így létrehoztak, így művi. És amikor van egy olyan pillanat, hogy tényleg, még a híradókban se a valóság van néha, ugye, sokszor. Általában. Főleg a politikai hírekben. És amikor van egy ilyen, tényleg egy ilyen igazi pillanat, akkor így megáll a levegő a stúdióban, és így érzem, hogy így otthon is, és így, oh, úristen, igazi könnyek. Igazi nevetés, és az jó. Az mindig jó. Hogy ott az egész tám együtt dolgozik. Szóval olyan jó volt nézni. Igen. Nagyon jó csapat volt. Komolyan. Ezért is volt fájdalmas, amikor azt szétverték. Igen. Igen. Hát ez nagyon fontos, az nagyon fontos tévés műsorvezetőként, hogy az ember legyen tisztában azzal, hogy nem lenne ott, senki nem lenne, ha nem dolgoznak vele együtt. Azért nem mondom, hogy a háttérben, mert kinek mi a háttér, nekik az előtér, amit ők csinálnak, csak láthatatlanul a nézők számára. Tehát ha nincs operatőr, ha nincs hangmérnök, ha nincs világosító, a világosító nagyon fontos, a hölgyeknek mondom, hogy világosítóval jobba kell lenni. Tehát, hogy mindenkivel jobba kell lenni, de főleg a világosító, meg a rendezővel, meg az operatőrre. Szóval, hangmérnök az előtt, azt mondja, csak összereg, de a lényeg az, hogy az egy tényleg egy csapat volt ott. Ez kevés most már, amikor ilyen kevés helyen mondhatják el magukról az emberek, nem csak televízióban, hanem bárhol, hogy alkotó közösségben dolgoznak.